krátkosť času to prečítam len ja. A pojmúci 12 povedal im, hľa, ideme hore do Jeruzalema a naplní sa synovi človeka všetko, čo je napísané skrze prorokov. Lebo ho vydajú pohanom, naposmievajú sa mu, zhanobia, oplujú. A zbijúc, zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ale oni neporozumeli ničomu z toho a bolo skryté pred nimi to slovo, ani nevideli, čo sa to hovorí. A stalo sa, keď sa blížili k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. A keď počul zástup, idúci pomimo, vypytoval sa, čo to je. A oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Vtedy skríkol a povedal, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy postal Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti učinil? A on povedal, pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal, víc, tvoja viera ťa uzdravila. A na skutku prezrel a išiel za nimi oslavujúc Boha a všetok ľud, vidiac to, zdal chválu Bohu. Amen. Amen. Mielőtt belevágnék a történetbe. Ešte predtým, než by som sa dostal do príbehu. Még annyit hadd mondjak el. A chcel by som ešte povedať. Andrej említette, hogy inspiráció a budapesti gyülekezet. Andrej vravel, že budapestianský zbor je inšpiráciou. De nekem is nagyon inspiráló itt lenni veletek. Ale pre mňa je rovnako tak inšpiratívne byť tu spolu s vami. Ahogy beléptem az ajtón. A už keď som vstúpil cez dvere. Azonnal otthon éreztem magamat. Okamžite som sa cítil doma. Gratulálok ehhez a nagyon szép helyhez. A gratulujem vám k krásnym priestorom. Hallom, sok munkátok volt benne. Počul som, že ste v tom mali veľa práce, úsilia. És kívánom. A prajem. Hogy az úr használja ezt a helyet. Aby Boh mocne používal toto miesto. Ti kivetettétek a hálótokat. Vy ste vyhodili svoje siete. És kérjük Jézust. A prosíme Boha, Ježiša. Töltse meg halakkal. Aby ju naplnil rybami. Térjünk rá ennek a vak embernek a történetére. A poďme teraz na tento príbeh tohto slepca. Lukács nem nevezi meg, hogy kiről van szó. Lukács nehovorí konkrétne, že o akého človeka sa jedná. De a Máté evangéliumában szerepel a neve. Ale v evangéliu Matúša je jeho meno spomenuté. Úgy hívják, hogy Bartimeus. Volá sa Bartimeus. Bartimeus annyit jelent, hogy egy értékes embernek a fia. A slovo Bartimeus, alebo meno Bartimeus znamená synom úctihodného človeka. És azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerjük ezt az életérzést. A myslím si, že mnohí z nás poznajú tento životný pocit. Hogy milyen megszületni. Aké je to narodiť sa. Egy keresztény közegben. V kresťanskom kruhu. Ahol a szülők már ismerik Jézus Krisztust. Kde už rodičia poznajú Ježiša Krista. Ahol a szülők már tettek Isten munkájáért. Kde už rodičia spravili niečo pre pánovú prácu. És az ember megérkezik ebbe a közegbe. A človek príde do tohto prostredia. És nagyon sokszor. A veľakrát. Csak a szüleiről ismerik föl. Ho poznajú len skrze jeho rodičov. Bartimeus egy tipikus második generációs fiatal volt. Bartimeus bol typický kresťan druhej generácie. És az ő története. A jeho príbeh. Nagyon jól szimbolizálja azt. Veľmi dobre szimbolizuje to. Hogy a legtöbb olyan fiatal. Že väčšina tých mladých. Aki beleszületik. Ktorí sa narodia. A kereszténységbe. Do kresťanstva. Az milyen állapotba tud kerülni. Tak do akých stavov sa ten človek dokáže dostať? Azt mondja itt Lukács. Lukáš hovorí. Hogy Jézus Jerikóhoz közeledett. Že Ježiš prichádzal k Jerichu. Máté ugyanezt a történetet úgy mondja, hogy Jézus kifelé menet Jerikóból találkozott Bartimeussal. A Matúš hovorí zase, že Ježiš sa s týmto slepcom stretol, keď vychádzal z Jericha. És erre szokták mondani a Biblia kritikusok. A kritici Biblie zvykli na toto hovoriť. Hogy ebből is látszik, že aj z tohto vidno, hogy a Biblia pontatlan, že Biblia je nepresná, azt se tudják megjegyezni az evangélisták, hogy most jött vagy ment. Evangelici, alebo tí, ktorí písali evangélium, si ani nevedia zapamätať, či prichádzal alebo odchádzal. De nem véletlenül van így írva. Ale nie náhodou je to takto písané. Máté zsidóknak írta az evangéliumot. Matúš písal evangélium Židom. Lukács pedig a nemzetekből származóknak. A Lukáš zase je pre národy. Lukácsnál Jézus Jerikóhoz közeledett. U Lukáša sa Ježiš približoval k Jerichu. Ugyanis Jerikó ketté volt osztva.
Pretože Jericho bolo rozdelené na dve časti. Az egyik részében a zsidóság lakott. V jednej časti bývali Židia. A másik részében pedig a nemzetekből származó. A v druhej časti zase bývali pohania. És Jézus a kettő között találkozott. A Ježiš sa s týmto slepcom stretol na ceste medzi týmito dvoma mestskými časťami. Ezért mondja azt Lukácsnál, hogy közeledik Jerikóhoz. Preto vraví v Lukášovi, že prichádzal k Jerichu. Mert ment át a nemzetekből származókhoz. Pretože prechádzal od národov. És hagyta ott Máténál a zsidók lakta városrészt. A zase u Matúša je zase písané, že prichádzal, hej? Čiže z jednej časti mesta do druhej. A lényeg az, hogy Bartimeus. A dôležité je, že Bartimeus. Egy olyan fiatalnak a szimbóluma. Je szimbólum takého mladého človeka. Aki se Isten népe között nem találja meg a helyét. Ktorý nevie nájsť svoje miesto ani medzi Božím ľudom. Se a világban nem találja meg a helyét. Ale ani vo svete. Mind a kettővel próbálkozik. Snaží sa zapadnúť do obi dvoch. De végül ott marad félúton a kettő között. Ale nakoniec ostáva niekde tam na polceste medzi nimi. És látjuk, hogy egy vak emberről van szó. A vidíme teda, že išlo o slepca. Aki koldulásból élt. Ktorý žil z toho, že žobral. Azt gondolom, hogy szinte mindannyian átéltük ezt az életérzést. Ja si myslím, že určite všetci z nás sme už zažili tento životný pocit. Voltunk, vagy vagyunk ebben az állapotban. Boli sme, alebo stále sme v tejto situácii. És ez az újjászületés előtti állapot. A toto je viac menej stav pred znovuzrodením. Beleszületünk a kereszténységbe. Narodíme sa síce do kresťanstva. De nem látunk még. Ale ešte nevidíme. Nem tudunk még értéket kivenni belőle. Nevieme z toho vzať nejakú hodnotu. Csak koldulni tudunk. Viem len žobrať. Beszorulva a két valóság közé. A zakliesnený niekde medzi dvoma realitami, dvoma svetmi. Szeretném, ha odalapoznátok a Galata levélhez. A ešte si prosím vás nalistujte list Galatianom. És ahogy ígértem. A ako som slúbil. Szeretném Pálnak a szavait megmutatni nektek. Chcel by som vám ukázať Pánove slová. Ez a negyedik fejezetben szerepel. V štvrtej kapitole. És Pál arról beszél itt. A Pavol tu hovorí o tom. Hogy miért tud egy fiatal beszorulni. Prečo sa jeden mladý človek dokáže niekde zaseknúť. A világ és az egyház közé. Medzi svetom a medzi cirkvou. Annak ellenére, hogy beleszületett a kereszténységbe. Aj napriek tomu, že sa narodil do kresťanstva. Annak ellenére, hogy örököse ő Isten országának. Aj napriek tomu, že je dedičom Božieho kráľovstva. A negyedik fejezet első verszakától olvasuk. Štvrtá kapitola, čítame od prvého verša. Prvých 7 veršov. Ale hovorím po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielný od sluhu, hoci je pánom všetkého, ale je pod tútormi a pod správcami až do času, ktorý určil otec. Tak i my, keď sme boli nedospelí, boli sme podrobení pod živly sveta a službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba Oče. Amen. Amen. Az első, amit szeretnék kiemelni. Prvú vec, ktorú by som chcel vyzdvihnúť. Pál apostol itt egy örökösről beszél. Že apoštol Pavol tu hovorí o dedičovi. Te, azzal, hogy beleszülettél egy keresztény családba. Ty, tým, že si sa narodil do kresťanskej rodiny. Isten országának az örököse vagy. Si automaticky dedičom Božieho kráľovstva. Ebben benne volt Istennek a terve. V tomto je Boží plán. De nagyon fontos, hogy ezt ne keverjük össze. Ale je veľmi dôležité, aby sme toto si nepomýlili alebo nepomiešali. Magával az újjászületéssel. So samotným znovuzrodením. A keresztényé válással. A tým, že sa človek stane kresťanom. Örökösei vagyunk Isten országának. Sme síce dedičmi Božieho kráľovstva. Amikor megszületünk egy keresztény családba. Keď sa narodíme do kresťanskej rodiny. De nem automatikus az újjászületésünk. Ale naše znovuzrodenie nie je automatické. A hatodik verszakban. V šiestom verši. Azt mondja Isten igéje. Hovorí Božie slovo. Hogy Isten az. Že Ježiš je ten. Aki kibocsátja az ő fiának a szellemét. Respektíve Boh je ten, ktorý vypúšťa ducha svojho syna. A ti szíveitekbe. Do vašich srdc.
Amikor Jézus feltámadt, keď Ježiš vstal z mŕtvych, és találkozott a tanítványaival, a stretol sa so svojimi učeníkmi, akkor olvasunk egy nagyon izgalmas jelenetet, tak môžeme čítať jednu veľmi vzrušujúcu príhodu. Ahol Jézus összehívja a tanítványokat, ako Ježiš zvolal všetkých svojich učeníkov, és rájuk leheli a saját szellemét. A vydýchol na nich svojho vlastného ducha. Itt történt meg a tanítványoknak az újjászületése. Tu v tomto momente sa stalo to, že sa učeníci znovu zrodili. 3,5 éve követték már Jézust. 3,5 roka už chodili dennodenne s Ježišom. Ott voltak Jézus környezetében. Boli tam v jeho blízkosti. De Jézus Krisztusnak a szelleméből, ale z ducha Ježiša Krista, csak a feltámadás után részesedtek. Získali a pomazanie alebo prístup až po jeho zmrtvých staní. Akik itt vagyunk most ebben a teremben, my čo sme tu dneska v tejto sále, legtöbben hasonló helyzetben vagyunk, vagy voltunk, sme v takejto, alebo sme boli v takejto situácii. Hogy elteltek úgy évek, že prešli tak roky, hogy itt voltunk Jézus Krisztus körül, že síce sme boli tu v blízkosti Ježiša Krista v jeho okolí, itt voltunk Isten népe között, boli sme tu medzi ľudom Božím, de személyesen még nem tudtunk az Úrral találkozni. Ale osobne sme sa ešte nevedeli stretnúť s Ježišom. Nem szereztünk még róla tapasztalatot. Nezískali sme ešte vedomie o ňom. Ebben a mostani világkorszakban, a v dnešnom svete, v dnešnej ére, Isten láthatatlan a szemeink számára, je Boh, alebo Ježiš, neviditeľný pre naše oči, de mindannyiunknak van szelleme, ale každý z nás má ducha, és a szellemünknek is vannak érzékszervei. Aj náš duch má rôzne schopnosti, aby mohol nejakým spôsobom cítiť, vnímať veci. Van a szellemednek hallóképessége. Tvoj duch má možnosť počuť. Látóképessége. Má schopnosť vidieť. Közösségteremtő ereje. Má schopnosť s niekým vytvárať spoločenstvo. És ezeket a képességeket nagyon sokan ismeritek. A tieto veci mnohí z vás veľmi dobre poznáte. Például ott van a lelkiismeret furdalás. Napríklad svedomie. Hol szoktunk lelkiismeret furdalást érezni? Kedy alebo kde sme zvykli cítiť, že nás tlačí svedomie? Itt a fejünkben. V hlave? Nem, leginkább itt a hasunkban. Nie, je to niekde v týchto partiách. Ennél a csont nélküli résznél. V tejto časti, kde nie sú kosti. Van az embernek a szelleme. Sa nachádza duch človeka. A lelkiismereted az nem csak azt mondja meg, hogy mi bűn és mi nem. A tvoje svedomie ti nepovie len to, čo je zlé a čo je dobré, čo je hriech a čo nie. Hanem azt mondja meg, hogy mi az, ami jó neked. Ale rovnako ti hovorí, že čo je pre teba dobré. És mi az, ami rossz neked. A čo je pre teba zlé. És ezt itt szoktuk érezni. A to zvykneme cítiť niekde tu. Például van, hogy érezzük, hogy ma délután ne menjünk el abba a társaságba. Napríklad cítiš, napríklad, že dneska po obede nechoďme do tej skupinky ľudí, nechoďme na tú párty alebo čokoľvek. Kavarog egy rossz érzés itt a hasunkban. Máš taký zlý pocit, takú zlú predtuchu. Elmegyünk. A napriek tomu ideš. És utána megbánjuk, hogy elmentünk. No a potom to samozrejme olutuješ, že si tam prišiel. Nem biztos, hogy azért, mert bűnt követünk el ott. Nemusí to byť vôbec kvôli tomu, že by si tam spravil nejaký hriech. De aznap délután nem lett volna ott a helyünk. Ale to po obede si tam možno vôbec nemal byť, nemal si tam svoje miesto. A szellemed. Tvoj duch. A lelkiismereted. A tvoje svedomie. Az tudja, hogy hol van a helyed. To vie, kde je tvoje miesto. Tudja, hogy mi az, ami jó neked. Vie, čo je pre teba dobré. Tudja, hogy mi az, ami rossz neked. A vie takisto, čo je pre teba zlé. Ismerjük ezt a hangot? Poznáte tento vnútorný hlas? Ez a szellemünknek egy képessége. Toto je určitá schopnosť nášho ducha. A szellemünk tud közösséget is teremteni. A náš duch vie vytvárať aj spojenie. Például van olyan ember, akinek a társaságában nagyon rosszul érzed magadat. Napríklad sú ľudia, v ktorých blízkosti sa cítiš veľmi zle, nepríjemne. Azt érzed, hogy itt belül lezársz. Cítiš sa, ako keby ťa zvieralo. Ő próbálna közeledni hozzád. On sa snaží k tebe približovať. Rád ír messengeren. Napíše ti na messenger. Instagramon. Na Instagram. De érzed, valami lezár belül. Ale cítiš, že niečo ťa od neho drží ďalej. Nem akarom ezt az embert közelebb engedni. Nechcem ho pustiť bližšie k sebe. Másnál meg azt érezzük, hogy
Nagyon jó a társaságába lenni. A u iného človeka zase presný opak, cítiš, že je veľmi dobré byť v jeho blízkosti. Itt belül kinyílik valami. Otvorí sa tvoje vnútro. Összekapcsolódunk azzal az emberrel. Vytváraš spojenie s tým človekom. Ez is a szellemünknek a képessége. Aj toto je schopnosť nášho ducha. A probléma az, problém je v tom, hogy a szellemünknek az a része, že tá časť nášho ducha, ami képes az Istennel kapcsolatot teremteni, ktorá je schopná vytvoriť spojenie aj s Bohom, az halott állapotban van, tak je v mŕtvom stave, amikor megszületünk, keď sa narodíme. Minden embernek, každý človek, szüksége van újjászületésre, potrebuje znovu zrodenie, amikor ezek a képességek, a keď tieto, aby tieto schopnosti, megelevenednek a szellemében, mohli v jeho duchu sa oživiť. Akkor is, hogyha keresztény családba születik. Aj vtedy, keď sa narodí v kresťanskej rodine. Amikor én voltam tínédzser, keď ja som bol tínédzser, akkor a gyülekezetben még nem volt erről tapasztalat. Tak v zbore o tomto ešte nebolo žiadne videnie, žiadne, nepoznali sme ešte tieto veci. Volt több olyan barátom, aki pásztoroknak volt a gyereke. Mal som viacero takých kamarátov, ktoré boli deti pastorov. És amikor Sándor pásztor imádkozott szabadulásért, a keď sa pastor Sándor modlil za oslobodenie, akkor oda mentek a barátomhoz, tak prišli aj k môjmu kamarátovi, és mondták neki, a vraveli mu, hogy te is szabadulsz. A pýtali sa ho, že ako to, že aj ty ideš na výzvu sa oslobodiť. Hogy neked is meg kell térni. Ako je možné, že aj ty sa potrebuješ obrátiť z nejakých vecí? Hát te pásztornak a gyereke vagy. Veď si synom pastora. Hát te itt születtél a gyülekezetben. Si sa narodil v zbore. És megbotránkozott az az ember. A ten človek bol zhrozený, že prečo sa ho pýtajú takéto veci. Igaza volt neki? Mal pravdu? Pál apostol azt mondja, hogy nem. Apoštol Pavol hovorí, že nie. Aki beleszületik egy keresztény családba, ten, kto sa narodí do kresťanskej rodiny, az nem egy véletlen dolog, to nie je náhoda. Az Istennek a terve. To je plán Boží. Örököse vagy Isten országának. Ty si dedičom Božieho kráľovstva. De ameddig nem történik meg az újjászületés, ale dokým v tvojom živote nenastane, addig azt mondja Pál apostol, hogy a kiskorúság állapotában vagyunk. Tak apoštol Pavol hovorí, že stále si v stave ako keby dieťaťa. Egy kiskorú állapotban levő örökös, az mit tud csinálni? Jedno malé dieťa, ktoré je síce dedičom, čo zmôže? Bemegy a bankba. Príde do banky. És megmondja, hogy kérem apámnak a pénzét. A povie, že prosím si peniaze svojho otca. Mit fog mondani neki a banki tisztviselő? Čo mu povie bankár za priehradkou? Hol van a meghatalmazás? Kde máš od otca nejaké splnomocnenie? Uram, ön még kiskorú. Vy ste ešte neplnoletí. Nem adhatom oda a pénzt. Nemôžem vám dať tie peniaze. Örököse annak a pénznek? Je dedičom tých peniazí? El tudja költeni? Vie ich minúť? Nem tudja elkölteni. Nevie. Ilyen állapotban vagyunk. V takomto stave presne sme. Az újjászületés előtt. Predtým, než sa znovu zrodíme. És azt mondja Pál apostol. A apoštol Pavol hovorí. Hogy ez az állapot. Že tento stav. Nem különbözik. Nie je nejako, állapottól. Nie je v nejakom rozpore so stavom, keď je niekto v otroctve. Jó dolog szolgának lenni? Pardon, ako služobník. Je dobrá vec slúžiť. Az úr szolgájának jó lenni. Je dobré byť služobníkom Božím. De emberek szolgájának jó lenni? Ale je byť dobré služobníkom ľudí? A szolgaság az egy jó állapot? Byť sluhom, sluha je dobrá vec? Nem szeretjük a szolgaságot. Nemáme to rádi. És ezért nagyon sokunknak az az érzése, amit megtapasztal a kereszténységben. A preto mnohí z nás máme aj taký pocit, ktorý v kresťanstve prežívame. Hogy úgy érezzük magunkat, hogy ez egy bezártság. Že cítime sa, ako keby sme boli zavretí v nejakom začarovanom kruhu. Hogy ez egy szolgai állapot. Že toto je stav sluhu. Az igaz a Biblia alapján. A to je pravda podľa Biblie. Amikor ezt meghallja egy másik ember. A toto, keď počuje nejaký iný človek. Aki nem a kereszténységbe született. Ktorý sa nenarodil v kresťanstve. Azt mondja, hogy te normális vagy. Tak sa ťa pýta, že si ty normálny? Hát milyen jó neked, hogy beleszülettél a kereszténységbe. Jaké dobre, že si sa narodil do kresťanstva. Hát örülnöd kéne ennek. Mal by si sa radovať z toho. Miért mondod, hogy ez szolgaság? Prečo vravíš, že je to proste... Miért mondod azt, hogy ez bezártság? Ako sluha, ako keby si bol zavretý. De Pál apostol is ezt mondja.
Ale aj apoštol Pavol presne toto hovorí. Amíg az örökös kiskorú, kým je dedič maloletý, nem különbözik a szolgától. Nie je nejak, není medzi ním a medzi sluhom žiadny rozdiel. Ha visszanézünk a harmadik fejezetre, keď sa vrátime do tretej kapitoly, akkor itt is szeretnék két verszakra, vagy verszakot felolvasni. Tak aj tu by som chcel prečítať dva verše. 22-es és 23-as verszak. 22 a 23. Ez a két verszak, tieto dva verše, arra válaszol nekünk, nám dávajú odpoveď na to, hogy miért szolgaság, že prečo je služobníctvo az újjászületés előtti állapot. Stav pred znovuzrodením. Ale písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie z viery Ježiša Krista bolo dané veriacim. Ale prv, ako prišla viera, boli sme strážení pod zákonom, zavrení s určením pre vieru, ktorá mala byť zjavená. A 23. verszakban 23. verši látunk egy olyan pozitív fogalmat, vidíme taký pozitívne pomenovanie, amit biztos, hogy mindannyian hallottatok a szüleitektől. Ktoré ste určite všetci od svojich rodičov už počuli. Ez itt az őriztetés, nem tudom, hogy a szlovákban hogy van. A to je stráženie. Szokták mondani a szülők, hogy én csak meg akarlak őrizni téged. Určite ste to počuli, a rodičia to zvyknú hovoriť, že chcela som ťa len ochrániť. Ez egy jó szándék egy szülő részéről? Je to podľa vás dobrý úmysel od rodiča? Jó szándék. Určite áno. Szeretjük, amikor ezt mondják a szülők? Máme radi, keď nám toto rodičia hovoria? Nem annyira. Moc nie. Általában ez azt jelenti, hogy valamit nem csinálhatunk meg. Lebo väčšinou to znamená, že niečo nemôžeme spraviť. Mi a célja ennek az őriztetésnek? Ale čo je cieľom tohto stráženia? Azt mondja, hogy egybezárt bennünket az Isten. A hovorí tu, že... Igen. Zavrený s určením pre vieru. Egybezárt az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ktorá má byť zjavená. Megint itt van egy ilyen szó, hogy bezár. A znova je tu slovo uzavrete, alebo zavrete. Bezártságérzés. Pocit zavretia. Ismerős ez is? Poznáte aj toto určite? Milyen szerencsétlen vagyok. Jakú mám smolu? Be vagyok zárva. Som zavretý, zaškatulkovaný. Sok szabály közé. Medzi mnoho rôznych zákonov. Ezt se csinálhatom meg, oda sem mehetek el. Nemôžem robiť ani toto, nemôžem ísť ani tam. Volt ilyen gondolatod? Mal si takéto myšlienky? Stalo sa ti to niekedy? Nekem volt. Ja som mal. Mi a célja ezeknek a bezártságnak? Vagy ennek a bezártságnak? Čo je cieľom tohto zavretia, alebo týchto mantinelov? Az eljövendő hit kinyilatkoztatása. Aby tá viera, ktorá má byť zjavená. Kicsit bonyolultan hangzik. Možno to znie troška komplikovane. De leegyszerűsítve, ez a Jézus Krisztussal való találkozás. Ale zjednodušenie je to pre stretnutie s Ježišom Kristom. Ez az újjászületésnek a pillanata. Je to moment znovuzrodenia. Újjászületés előtt tehát, hogy beszél Pál apostol az örökösökről? Čiže ako hovorí Pavol apostol o dedičoch pred obrátením? Azt mondja, hogy ez szolgasság állapota. Hovorí, že sú v stave sluhu. Bezártságnak az állapota. V stave uzavretosti. És mi a célja ennek? A čo je cieľom tohto? Egy őriztetés. Stráženie. De nagyon sokszor erről a célról elfeledkezünk. Ale mnohokrát sa o tomto cieli, tento cieľ zabudneme, alebo opomenieme ho. Mondok egy pozitív példát, és mondok egy negatívat. Poviem jednu pozitívnu a jednu negatívny príklad. Volt egy édesapa. Bol jeden otec. Akinek a gyereke nagyon szeretett volna focizni egy foci csapatban. Ktorého syn veľmi chcel hrať v futbal v jednom klube. Oda jártak a barátai is. Chodili tam všetci jeho kamaráti. Sok keresztény volt abban a csapatban. Bolo tam veľa kresťanov v tom klube. De az apa úgy érezte, ale otec cítil, hogy nem jó, ha elengedi oda a fiát. Že není dobré, ak tam pošle svojho syna. És sokat vitatkoztak erről. A veľa sa o týchto veciach rozprávali, mali výmenu názorov. Megpróbálta lebeszélni a fiát. Snažil sa odhovoriť svojho syna. De a fiú nem engedett. Ale syn nechcel. És végül az apa úgy döntött, hogy ő akkor se engedi el ebbe a foci csapatba. A nakoniec otec sa rozhodol, že aj tak svojho syna tam nepustí. Egy tínédzser fiatalról volt szó. Je reč o tínédzerovi, o chlapcovi. Nagyon mérges volt ez a tínédzser fiatal.
A tento mladík bol samozrejme veľmi nahnevaný. Azt hitte, hogy azért nem engedi oda az apukája. Myslel si, že preto ho otec tam nechce pustiť. Mert az apukája nem szerette a focit. Lebo jeho otec nemal rád futbal. Vannak ilyen emberek. Sú takí ľudia. Ty szeretitek a focit? Máte rádi vy futbal? Jégkorongot jobban szeretitek. Myslím, že hokej máte asi radšej. Az egy jobb sport amúgy is. Aj to je dobrý sport. Jaromír Jagr. Ő már régi sportoló. Ale on už je starý. Most jobbak vannak, nem? Teraz sú asi lepší. Aztán eltelt 15 év. Uplynulo 15 rokov. És ez a fiatal. A tento mladík. Fölnőtt. Vyrástol. És volt egy beszélgetése. A mal jeden rozhovor. Azzal a társasággal. A s tou skupinou. Akik elmentek ebbe a foci csapatba focizni. Ktorí zase chodili ten čas do toho futbalového klubu hrať. És elmesélték. A vyrozprávali mu. Hogy azokban az években. Že v tých rokoch. Abban a csapatban. V tom konkrétnom týme, v zložení, akom boli. Meccsek után az öltözőben. V šatni, po zápasoch. Nagyon sok olyan tartalmat láttak. Videli veľa takých vecí. Amit nem kellett volna. Ktoré nemuseli, nemali. Belekerültek függőségekbe. Dostali sa do rôznych závislostí. Pedig máshol nem láttak volna ilyet. Ale inde by takéto veci nevideli. És akkor értette meg ez a fiatal fiú. A vtedy ten mladík pochopil. Felnőttként. Ako dospelý už. Hogy az apukája. Že jeho otec. Nem a foci miatti ellenérzése miatt tiltotta meg neki, hogy oda menjen. Mu nezakázal chodiť do toho klubu kvôli a tomu, že on nemal rád futbal. Hanem ez a Szent Szellemnek a vezetése volt. Ale bolo to vedenie Ducha Svätého. Egy őriztetés. Jedno stráženie. Hogy az a fiatal. Aby ten mladík. Ne kerüljön bele függőségekbe. Sa nedostal do závislosti. Ne menjen el az élete egy rossz irányba. Aby nešiel, aby sa neodklonil jeho život do zlého smeru. Jó dolog volt ez az őriztetés? Bolo dobré toto stráženie? Jó dolog volt. Dobre. De mégis a fiú nem így élte meg. Ale predsa ten mladík to vtedy tak neprežíval. Hanem ő mit tapasztalt? Ale on, ako to vnímal? Egy bezártságot. Ako uzavretosť. Hogy szoros, nem mehetek ki innen. Že je uzavretý, že nemôže výsť von z tých mantinelov. Mondok egy negatív példát. A poviem aj negatívny príklad. Ha valaki hallja ezt a történetet, keď niekto počuje tento príbeh, és azt mondja, hogy lám, lám, a povie si, veď, veď, megmondtam, ja som to vravel, hogy a sportolás az rossz, že šport je zlý, hogy a csapatsportban függőségekbe lehet kerülni. V tímových športoch sa dá veľmi rýchlo dostať do závislosti. Ezért tiltsuk meg, tak ich zakážme, a keresztény fiataloknak, všetkým kresťanom, hogy csapatsportban sportoljanak. Aby športovali v skupinových športoch, v tímových športoch. Mi csinálnánk ilyenkor? Čo by sme vtedy spravili? Törvénykeznénk. To už by bolo zákonníctvo. A Galata levélben Pál apostol. V liste Galatianom apoštol Pavol. Nagyon sokat beszél a törvénykezésről. Veľmi veľa hovorí o zákonníctve. A törvénykezés az az. A zákonníctvo je to. Amikor a Szentléleknek egy speciális vezetéséből. Keď zo špeciálneho vedenia Duchom Svätým. Egy általános törvényt csinálunk. Spravíme nejakú základnú poučku, zákon. Lehet olyan, hogy egy apát úgy vezet a Szentlélek, hogy szigorúbbat mond, mint a mi Isten törvénye? Môže sa stať, že jedného otca Duch Svätý mu povie, aby ten zákon nastavil prísnejšie, ako je to v Biblii napísané? Megvan erre a lehetősége. Je na toto možnosť? Pál ezeket a személyeket gyámoknak és gondviselőknek nevezi. Pavol týchto ľudí označuje ako počkajte, presné slovo je tútori a správcovia. Tehát nem csak a törvény van, čiže nie je len zákon, hanem még vannak gyámok és gondviselők is. Ale sú aj tútori a správcovia. Nem csak a törvényt kell megtartani keresztény fiatalon, nie len zákon je potrebné dodržať ako mladý kresťan. Hanem még ott vannak a szülők is. Ale sú tam ešte aj extra rodičia. Ott vannak a gyülekezet elvárásai is. Sú tam požiadavky zo zboru. Ez létre tud hozni egy bezártságérzést. To naozaj dokáže nastaviť veľa rôznych mantinelov. Meddig tart ez a bezártságérzés? A dokedy trvá tento stav, tento pocit zavretosti? Amíg el nem jön a szellemnek a szabadsága.
kým nepríde sloboda ducha. A nagykorúságnak az állapota. Ten stav, kedy ten človek dospeje. Mi különbözteti meg a kiskorúságot a nagykorúságtól? Aký je rozdiel medzi maloletým a dospelým? 18 éves kor előtt, pred 18. rokom života, ha valaki elkövet egy bűncselekményt, ak niekto spácha nejaký trestný čin, akkor a rendőrség az kit büntet meg? Tak koho príde polícia potrestať? Gyereket vagy a szülőt? Dieťa alebo rodiča? A szülőt, és miért? Rodiča, a prečo? Mert azt gondolja, preto si, že si myslí, hogy egy kiskorú ember, že jeden maloletý, még nem tud élni a szabadságával. Ešte nevie disponovať so svojou slobodou. Még nem tud a szabadságával felelősen bánni. Nevie so svojou slobodou narábať zodpovedne. Ezért a szülő felelőssége. A preto zodpovednosť rodiča. Hogyha teljesen szabadon hagyja a gyerekét. Je, a, že či nechá to dieťa úplne voľne, alebo mu nastaví mantinely. A kiskorúság állapotában. A v stave maloletosti. Az ember nem tud élni a szabadságával. Človek nevie ešte pracovať a žiť so svojou slobodou. És ezért Isten. A preto Boh. Adta a törvényt. Dal zákon. Adott gyámokat. Dal tútorov, správcov. Gondviselőket. A takýchto mentorov. Hogy megőrizze az embert. Aby ustrážil toho mladého človeka. Amíg találkozik Jézus Krisztussal. Kým sa stretne s Ježišom Kristom osobne. Sokan vagytok itt már olyanok. Mnohí ste tu takí, akik már találkoztatok Jézussal, ktorí ste sa už stretli s Ježišom Kristom, és el tudjátok mondani, a viete povedať, hogy nagyon jó, že veľmi dobre, hogy volt őriztetés, že bol niekto, kto vás strážil, hogy nem tudtatok mindent megcsinálni, že ste nevedeli spraviť úplne všetko, ami az eszetekbe jutott, čo vás kedy, ako kde napadlo. Vagytok itt ilyenek? Ste tu takí? Ruky hore? Kezeket föl, egy páran már vagytok. De sokan vagytok még olyanok, ale mnohí ste ešte takí, akik még nem tapasztaltátok meg, ktorí ste ešte neokúsili, nezažili Jézus Krisztussal való találkozást. Stretnutie s Ježišom Kristom. Mi csinált Jézus azzal a fiatallal, čo spravil Ježiš s tým mladíkom, aki beszorult a két világ közé, ktorý sa zasekol niekde na polceste medzi dvoma svetmi, aki nem találta meg a helyét a gyülekezetben sem, ktorý nenašiel svoje miesto ani v zbore, de nem tudott a világban sem teljesen felszabadulni. Ale nevedel byť úplne slobodný podľa vlastných predstávaní vo svete. Beszorult a kettő közé. Zasekol sa niekde na polceste. Budapesten sok olyan fiatal van már. Budapešti je veľmi veľa takých mladých ľudí už dnes. Aki, amikor véget ért ez az őriztetésnek az időszaka. Ktorý, keď skončí toto obdobie ochrany. Mert fölnőttek. Pretože dorastú, dospejú. Elköltöztek otthonról. Odsťahujú sa z domu. De nem születtek még újjá. Ale ešte sa neznovu zrodili. Ezért itt hagyták az egészet. Tak nechali proste všetko tak. Elmentek a világba. Odišli do sveta. Eltöltöttek egy évet. Boli tam rok. Kettőt. Dva. Ötöt. Päť. Tizet. Desať. Ki mennyit. Každý ako. De nagyon sokan közülük visszajöttek. Ale drvivá väčšina z nich sa vrátila. És legtöbben elmondták. A oni všetci povedali. Hogy először, že najprv, nagyon nagy élmény volt a szabadság. Bol to veľmi veľký zážitok, tá sloboda, ami igazából nem igazi szabadság, ktorá v skutočnosti nie je úplnou slobodou v tom pravom slova zmysle, hanem csak annak az élménye, ale len jej zážitkom, hogy én végre megcsinálhatok bármit, že ja konečne môžem proste spraviť všetko. Lehetek szerelmes akárkibe, môžem sa zamilovať do koho chcem, fölmehetek a lakására. Môžem k nemu ísť nabit. Ráírhatok. Môžem mu kedykoľvek napísať. Hordhatok olyan ruhát, amilyet akarok. Môžem nosiť také elmehetek šaty, aké chcem. Elmehetek egy buliba. Môžem ísť na akúkoľvek párty. Ihatok, amennyit akarok. Môžem piť, koľko chcem. Ez a szabadságnak a látszata. Toto je videnie, alebo len taká fata morgána slobody. Egy szabadság élmény. Je to len zážitok slobody. Hogy azt csinálok, amit akarok. Že robím si, čo chcem. Egy darabig. Nejaký čas. De aztán az ember észreveszi. Ale potom si človek všimne. Hogy ezeknek van következménye. Že každé rozhodnutie má svoje konzekvencie. Nem egy év után. Nie po roku. Van, hogy még öt év után se. Niekedy ani po piatich rokoch. Nem hamar jönnek ezek a következmények. Tieto následky nemusia prísť okamžite. És ez nagyon becsapós tud lenni. A toto veľmi dokáže oklamať človeka. De Budapesten nagyon sok ilyen fiatal visszajött már.
Budapešti už veľmi veľa takýchto mladých ľudí sa vrátilo do zboru. És elmondták, hogy igazából soha nem tudták magukat jól érezni a világban. A povedali s odstupom času, že nikdy sa nedokázali úplne slobodne cítiť vo svete. A pillanatot élvezték. Ten daný moment si vedeli užiť. De tudták, hogy nem az az ő helyük. Ale vedeli, že to nie je ich miesto. Volt olyan fiatal lány. Bolo také mladé dievča. Aki mixerként dolgozott egy szórakozó helyen. A slečna, ktorá robila na bare a mixovala proste drinky. És nagyon nem élt keresztény életet. A nežila kresťanský život. Bulizott ő is. A ona chodila na rôzne párty. Élvezte, hogy megcsinálhat, amit akar. Užívala si, že môže robiť, čo sa jej zachce. Aztán egy-két év után a po dvoch rokoch már nagyon elege volt ebből. Už ju to proste prestalo baviť. Bolo to dosť. Belül nem volt boldog. Pretože vo vnútri nebola šťastná. És tudta, hogy a gyülekezetben van a helye. A vedela, že jej miesto je v zbore. De büszke volt. Ale bola príliš pyšná na to. Nem mert egyből visszajönni. Nedokázala len tak prísť. De már annyira biztos volt benne. Ale už si bola tak istá tým. Hogy neki Jézus Krisztussal kell találkoznia. Že ona sa jednoducho musí stretnúť s Ježišom Kristom. És hogy neki a gyülekezetben van a helye. A že jej miesto je v zbore. Hogy elkezdett erről beszélni a szórakozó helyen. Že začala o tom hovoriť na tých, v tých kluboch. Ő még nem tért meg. Ona sa ešte neobrátila. De már bizonyságot tett ott embereknek. Ale už tam dokázala svedčiť ľuďom. És volt egy fiatal testvérpár. A bol jeden mladý manželský pár. Akik ott a bárban. Ktorí tam na bare. Elkezdték szídni a gyülekezetet. Začali ohovárať zbor. Hogy az milyen rossz hely. Že aké to je zlé miesto. Hogy ott becsapják az embereket. Že tam oklamú človeka. És a lány ezt meghallotta. A keď to tá dievčina počula. És megszólalt belül az identitása. A ozvala sa jej vnútorná identita. Hogy hé, hát te gyülekezetedet szídják. Že hej, veď to je môj zbor, ktorý osočujú. És oda ment ez a két fiatalhoz. A prišiel tým dvom mladým ľuďom. És elkezdett velük beszélgetni. A začala sa s nimi rozprávať. Lett belőle egy több órás beszélgetés. Bolo z toho niekoľko hodinový rozhovor. És utána azt mondta ez a két fiatal. A potom tí dvaja mladí ľudia povedali. Hogy akkor ők el akarnak menni a gyülekezetbe. Že oni chcú sa ísť pozrieť do zboru. Úgyhogy a lánynak el kellett kísérnie őket a gyülekezetbe. Čiže to dievča ich muselo vzať zo sebou do zboru. És végül a lány is visszajött a gyülekezetbe. A výsledok bol, že aj tá dievčina sa vrátila do cirkvi. A két fiú hamarabb tért meg. Tí dvaja chlapci sa skôr obrátili. De aztán egy-két hét múlva a lány is megtért. Alebo pár týždňov aj tá slečna. És nagyon sok ilyen történet van. A je veľmi veľa takýchto príbehov. Nem szabad lemondani azokról az emberekről. Nemôžeme zanechať tých ľudí. Akik most lehet, hogy a két világ között őrlődnek. Ktorí sa možno premielajú niekde medzi dvoma svetmi. Akik nem találták meg a helyüket a gyülekezetben. Ktorí nenašli ešte svoje miesto v zbore. Mert eljön az ő idejük is. Pretože príde aj ich čas. Amikor majd találkoznak Jézus Krisztussal. Keď sa s Ježišom Kristom stretnú. És megszűnik a kiskorúságnak az állapota. A skončí ten čas, ten čas, kedy boli deťmi. Hogyan viszonyult Jézus Bartimeushoz? Ako sa Ježiš správal k Bartimeusovi? Bartimeus elkezdett kiabálni. Bartimeus začal vykrikovať. Ezt most nem prezentáljuk. To teraz nebudem prezentovať. De nagyon kellemetlenül hangosan kiabált. Ale veľmi nepríjemne nahlas proste kričal. Torka szakadtából. Z celého hrdla. Ez kellemetlen volt a tanítványoknak. A to bolo nepríjemné pre ľudí okolo, pre apoštolov. Oda is mentek hozzá. Aj k nemu prišli. Hogy elnémítsák. Aby ho umlčali. Ne zavard a mestert. Nechaj majstra na pokoji. Itt ezt nem így szokták csinálni. Tuto sa to nie takto robí. Nem kell, hogy itt pörögj a fejeden. Nemusíš tu skákať po hlave. Ebbe a gyülekezetbe úgy látom. V tomto zbore ja to vidím tak. Hogy Mario pastor. Že pastor Mario. Ő nem ilyen. Nie je taký. Ő nem némítja el a fiatalokat. On sa nesnaží umlčať mladých. Még akkor se, ha kiabálnak. Ani vtedy, keď kričia. Hanem adj egy szabadságot. Ale dáva im slobodu. Jézus is így reagált. A Ježiš takto reagoval. Leállította az egész menetet. Zastavil celý konvoj. És oda ment ehhez a fiatalhoz. A prišiel k tomu mladíkovi. Nem fordítva történt ez. A nestalo sa to naopak. Nem azt mondta, hogy
majd ha ez a fiatal megtanul menetelni velem együtt. A nepovedal, že keď sa ten mladík naučí správať a pochodovať za mnou, majd ha már tud órákat imádkozni, už keď sa bude vedieť hodiny modliť, majd ha már elolvasta egyszer a Bibliát, potom už keď aspoň raz prečítal Bibliu, majd ha végig tudja ülni az alkalmat, potom keď dokáže sedieť na celom zhromaždení, nehybne, akkor majd szóba állok vele. Tak potom sa s ním začnem baviť. Nem. Nie. Jézus leállította a menetet. Ježiš zastavil celý zástup. Prišiel k nemu. És megkérdezte. A spýtal sa ho. Hogy miben segíthet. Že v čomu môže pomôcť. Ez egy nagyon vicces helyzet. Toto je veľmi vtipná situácia. Egy vak emberről volt szó. Lebo je tu reč o slepcovi. A kikoldult abban az időben, ktorý megkülönböztető ruhában járt. Ten človek, ktorý v tom čase žobral, chodil odetý tak, aby ho bolo možné na prvý pohľad odčleniť od zvyšku obyvateľov. Tudják az emberek, hogy ő rászorul. Aby vedeli všetci ľudia na prvý pohľad, že on je núdzny. Az emberek könyörületére rászorul. A že je odkázaný na milosrdenstvo ľudí. Ezért megkülönböztette magát. Preto sám seba odieval tak, aby sa odčlenil od ostatných. A szemén is látszott, hogy valami nincs rendben. Aj na jeho očiach bolo vidno, že niečo nie je v poriadku. Nem tudott ránézni Jézusra. Nevedel sa na Ježiša ani pozrieť. És Jézus odament. Ježiš prišiel k nemu. És megkérdezte tőle, hogy mit szeretnél. A spýtal sa ho, že čo chceš. Mondhatta volna ez a fiatal. Ten mladík mohol povedať. Hogy Jézus vak vagy. Že Ježiš, ty si slepý. Hát nem látod, hogy mit szeretnék. Nevidíš, čo chcem, očividne. De szerencsére nem sértődött meg. Ale našťastie sa neurazil. Hanem elmondta Jézusnak, hogy mit szeretne. Ale povedal presne Ježišovi, že čo chce. Ki kellett mondania Jézus előtt. Musel pred Ježišom povedať. Hogy Jézus, én vak vagyok. Že Ježiš, ja som slepý. Nem működik még a szellemem. Môj duch ešte nefunguje, nepracuje. Nem tudok még hozzád kapcsolódni. Neviem sa ešte s tebou spojiť. Nem élvezem még a bibliaolvasást. Ešte si neviem užívať ani čítanie Biblie. Nem tudok még imádkozni. Neviem sa ešte modliť. Nem tudom, hogy meghallgatod-e egyáltalán. Neviem, či to vôbec počuješ. Vak vagyok még. Som slepý. És szükségem van arra, a potrebujem to, hogy te megnyisd az én szememet. Aby si ty otvoril moje oči. És Jézus megnyitotta ennek a fiatalnak a szemét. A Ježiš otvoril oči tomuto mladíkovi. Mikor történik meg ez az életünkben? Kedy sa toto stane v našich životoch? Nagyon szeretnénk egymást újjászülni. Veľmi radi by sme chceli jeden druhého znovu zrodiť. Nagyon jó lenne, ha lenne valami gomb, amit megnyomhatnánk. Bolo by fajn, ak by existoval nejaký knoflík, ktorý stačí stisnúť. Mondjuk itt a fülünk mögött. Napríklad, ja neviem, tu za ušami. Vagy lenne valami olyan cselekedet. Alebo by bol nejaký konkrétny skutok. Amit ha megcsinálunk, akkor biztos, hogy újjászületünk. Ktorý keď vykonáme, tak 100% sa znovu zrodíme. De nincsen ilyen. Ale nič takéto neexistuje. Pál apostol a Galata levélben. Apoštol Pavol v lištce Galatianom. Egy olyan példát használ. A používa taký príklad. Ami nagyon jól szemlélteti ezt. Ktorý veľmi dobre poukazuje toto. Abban az időszakban. V tom období. A felnőtté válás. A to, že sa niekto stál dospelým. Az két lépésből állt. Pozostávalo z dvoch krokov. Volt egyszer egy bar mitzvó. Bola to bar mitzva. Amikor erkölcsi értelemben. Kedy v morálnom hľadisku már felnőtté vált egy fiatal. Sa mladík už stal dospelým človekom. Már felelősséget vállalt a tetteiért. Už dokázal vzať zodpovednosť za svoje činy. Ez olyan 12-13 éves korba történt meg. Toto v Izraeli v tom období okolo 12-13 roku života. Pál apostol ezt a zsidó szokást a apostol Pavol tento židovský zvyk párhuzamba vonja a mi újjászületésünkkel. Dáva do paralely s našim znovuzrodením. Azokkal a folyamatokkal, s tými procesmi, amik a szellemünkben és a lelkünkben zajlanak le. Ktoré sa udejú v našom duchu a v našej duši. Nagyon érdekes, hogy 12-13 éves korban kezdődik. Je veľmi zaujímavé, že toto začína niekde okolo roku 12. až 13. roku života. Amikor az ember ráébred arra, kedy človek proste zistí, hogy van súlya a cselekedeteinek. Že jeho skutky majú proste nejakú váhu. Előtte lévő kiskorban, kým bol ešte dieťa, még olyan minden olyan egyszerűnek tűnt. Všetko sa by zdalo byť také úplne jednoduché. Aztán jön a 12-13 éves kor, a prichádza potom ten 12-13 rok života, és hirtelen minden nagyon bonyolult lesz. A zrazu sa všetko skomplikuje. Előtte
egyértelmű volt, hogy mi jó és mi rossz. Predtým bolo úplne jednoznačné, čo je dobré a čo je zlé. Könnyű volt megcsinálni, amit a szülők kértek. Bolo jednoduché spraviť, čo rodičia chceli. Könnyű volt jónak lenni. Bolo ľahké byť dobrým. Könnyű volt megfelelni az elvárásoknak. Bolo ľahké zodpovedať sa tým očakávaniam, ktoré ostatní mali. Mert nem volt, nem tapasztalta még az ember a romlott természetét. Pretože ten človek ešte v takom mladom stave nedokázal zakúsiť svoju zlú prirodzenosť starého človeka. De hogy az ember nő föl, ale ako človek rastie, megnő a lába, narastú mu nohy, megnő az egész teste, celé jeho telo, elváltozik a hangja, zmení sa mu hlas, nem csak a teste nő meg, nie len telo sa zmení, hanem belül a szellemében és a lelkében is történik változás. Ale aj v jeho vnútri, v jeho duchu a jeho duši prebehne zmena. Felnő a romlott természet is. A takisto aj a skazená prirodzenosť narastie. Miért van bennünk ez a romlott természet? A prečo je v nás táto skazená prirodzenosť? Mondhatná valaki, hogy én nem csináltam semmi rosszat. Niekto mi mohol povedať, že ja som nikdy nič zle nespravil. Miért lesznek egyszer csak rossz gondolataim? Prečo zrazu budeš mať nejaké zlé myšlienky? Miért lesznek egyszer csak rossz vágyaim? Prečo budem mať zrazu nejaké zlé túžby? A Biblia válasza az, odpoveď Biblie je v tam, hogy a véren keresztül, že skrze krv, megörököljük, získavame alebo dedíme, az őseinknek a természetét. Prirodzenosť alebo povahu našich predkov. És ez a természet, a táto povaha, táto prirodzenosť, Ádámtól, Évától fogva, od Adama a od Evy postupne, elromlott. U nich sa skazila a ide ďalej. Nem teljesen, nie úplne, marad benne jó, je tam veľa dobrého, de egy része megromlott. Ale určitá časť proste je pokazená. Bekerült a sátánnak a természete. Satánova prirodzenosť sa dostala do existencie človeka v nejakej sfére, v nejakej časti. A Biblia sátánnak a természetét halálnak hívja. Biblia opisuje prirodzenosť diabla ako smrť. A halál a mi fejünkbe az csak egy állapot. A smrť v našej hlave my si to predstavujeme len ako nejaký určitý stav. Rágondolsz, hogy halál. Keď si pomyslíš, že čo je to vlastne smrť, akkor eszedbe jut egy film, tak ťa napadne možno nejaký film, véget ér a szívverés, kde skončí na klinike EKG-čko, vagy eszedbe jut egy hozzátartozód, alebo ťa napadne nejaký blízky rodinný príslušník, aki elköltözött a földi életből, ktorý už odišiel z tohto sveta, de a halál ennél sokkal több. Ale smrť je o mnoho viacej ako halál az a sátánnak a természete. Smrť je prirodzenosť diabla. És azt mondja a Biblia, a Biblia hovorí, hogy a bűnön, mint fullánkon keresztül, vagy mondhatnánk ma injekciós tűt, a skrze hriech, ako cez injekčnú striekačku by sme možno mohli dneska povedať, a halál bekerült az embernek a természetébe. Sa dostal do prirodzenosti človeka. Amikor Ádám és Éva, keď Adam a Eva bűnbe esett, padli do hriechu, alárendelte magát a sátánnak, tak sa podriadili diablovi, akkor a sátán bele injekciózta, tak Satan do nich vstrekol injekciou a saját természetét, svoju prirodzenosť, az embernek a tiszta bűn nélküli természetébe, do čistej prirodzenosti človeka. Összekeveredett a kettő. Tieto dve sa zmiešali. Maradt jó is, ostalo veľa dobrého, de bekerült a rossz is. Ale už je tam aj to zlé. És mivel mindannyian Ádámtól és Évától származunk, a keďže všetci pochádzame od Adama a Evy, ezért ezt a kevert természetet, tak túto pomiešanú prirodzenosť, megörököljük a vérünkön keresztül. Skrze krv, skrze krvnú líniu dedíme. Hogyan jelentkezik ez? Ako sa to prejavuje? Hajlamokon keresztül. Skrze rôzne túžby. Ahogy egy ember él, ako človek žije svoj život, beépül a vérébe. Tak sa to všetko ukladá do jeho krvi. Ezért mondja azt a Biblia, hogy a vér az a lélek, vagy a vér az az élet. Preto hovorí Biblia, že krv je duša, duch, alebo krv je teda život. Ha az őseid szorgalmasak voltak, ak boli tvoji predkovia veľmi usilovní, korán keltek, vstávali skoro ráno, akkor neked is könnyű korán kelni, tak aj pre teba bude veľmi ľahké ráno vstávať.
Mert ott van a véredben. Lebo je to v tvojej krvi, si to zdedil. Ha az őseid sok nyelven beszéltek, ak tvoji predkovia rozprávali mnohými jazykmi, sokat tanultak, veľa sa učili, akkor neked is könnyű megtanulni egy nyelvet. Tak aj pre tebe bude ľahké študovať jazyky a učiť sa veci. De ugyanígy van a rosszal is. Ale takisto je to aj so zlým. Hogyha az őseid alkoholisták voltak, ak boli tvoji predkovia napríklad alkoholici, vagy sok válás volt a családban, alebo v rodine bolo veľa rozvodov, akkor az erre való hajlam is, tak a predurčenie na bekerül aj tieto veci sa dostane do krvi. És ez mikor élesedik be? A kedy sa toto prejaví? 12, 13, 14 éves korban. 12, 13, 14 ročné deti, už na nich vidno tieto skazené pohnutky. Elkezd belül motoszkálni valami. Niečo v ich vnútri vidíš na nich, že proste v nich pracuje. Valami olyan, amivel addig nem találkoztál. Niečo také, s čím si sa dovtedy nestretol. És hirtelen az, ami belül van. A zrazu to, čo je vnútri. Feszültségbe kerül azzal, amit kívülről elvárnak. Sa dostane do konfliktu s tým, čo zvonka od teba očakávajú. Pál apoštol úgy beszél erről. Pavol apoštol o tom hovorí tak. Róma levélben. V liste Rímanom. Hogy felfedezek egy törvényt, egy törvényszerűséget magamban. Že nájdem v sebe určitý zákon, zákonitosť. Ami ellenkezik az én elmémmel. Ktorá ide proti môjmu rozumu. Én tudom, hogy Isten törvénye jó. Ja viem, že zákon Boží je dobrý. Tudom, hogy jó lenne egy olyan világ. Viem, že by bol dobrý taký svet. Ahol mindenki hűséges. Kde je každý verný. Ahol a férfiak nem csalják meg a feleségüket. Kde muži nepodvádzajú svoje ženy. Ahol nem nézik másnak a szépségét. Kde nepozerajú na krásu iných žien. De mégis látok egy törvényt. Ale predsa vidíte nejakú zákonitosť. Ami egy másik irányba húz. Ktorá ťahá toho človeka do iného smeru. Ami azt akarja, hogy rákattintsak arra a videóra. Ktorý chce, aby som klikol na to video. Rákattintsak arra a képre. Aby som si klikol na ten obrázok. Vagy visszaírjak annak a fiúnak. Alebo napísal som tej dievčine alebo chlapcovi. To olyan kedveset írt. Tak pekne niečo mi napísal. Megédesgetett belül. Troška ma to zahrialo. Jó érzést okozott. Bol to príjemný pocit. Pedig a fejem tudja. Ale moja hlava vie. Hogy nem lenne szabad visszaírni. Že nemal by som odpisovať. És itt a feszültség. A vzniká konflikt. Belül valami húz, hogy visszaírjak. To napätie, že znútra niečo mi hovorí, aby som mu odpísal, alebo jej. Itt a fejemben. Ale moja hlava. Vagy a szívemben. Alebo teda moje srdce. Pedig tudom, hogy nem kéne visszaírni. Viem, že by som nemal odpisovať. Mitől van ez a feszültség? Z čoho vzniká toto napätie? Mert ott van a romlott természet. Pretože je tam to skazené vnútro. Amit megörököltünk a véren keresztül. Ktoré skrze krv sme zdedili. De ki szabadít ebből meg bennünket? Ale kto nás od tohto vie oslobodiť? Pál is ezt kérdezi, olvasd el. Aj Pavol sa toto pýta, vieš si to prečítať. Róma levél 6.-7. fejezetében. V liste Rímanom 6.-7. kapitola. Így zárja a gondolatmenetet. A takto uzatvára tento myšlienkový pochod. Hogy akkor ki szabadít meg engem ebből a feszültségből? Že kto ma oslobodí z tohto napätia? Ki szabadít meg a bűnnek a testéből? Kto ma oslobodí z tela hriechu? És ezt sokan félreértették. A mnohí toto nepochopili správne. Elkezdték ostorozni a testüket. Začali sami seba trízniť, bičovať. Elkezdtek csúnya ruhába járni. Začali chodiť v škaredých šatách. Kivonulni elhagyatott helyekre. Chodiť na opustené miesta. De Istennek nem a testeddel van baja. Ale Boh nemá žiadny problém s tvojim telom. Nem a szépséggel van baja. Nemá problém s krásou. Hát ő találta ki a szépséget. On vymyslel krásu ako takú. Neki van a legjobb szép érzéke. On má najlepší ten zmysel pre design, ak by sme to takto chceli povedať. Menj čak ide ki a magas Tátrába. Choď len tuto do Vysokých Tatier. Mázd meg a rizit. Vylez na rysy. Nézzél szét. Obzri sa. Van Istennek szép érzéke? Má Boh nejaký zmysel pre krásu? Vagy hát megteremtette az embert is. Alebo stvoril on v podstate aj človeka. Megteremtette a szebbik nemet. A stvoril aj tú krajšiu polovičku človeka. Van Istennek szép érzéke? Má Boh teda, pýtam sa, zmysel pre krásu. Van baja a szépséggel? Má problém s krásou? Nincsen. Určite nie. Akkor mit jelent az, hogy a bűnnek a teste? Tak čo znamená, že telo hriechu? Hát azt, hogy benne van ebben a testben a vér. To, že v tomto tele je teda tá krv.
amiben összekeveredett a sátán természete, kde je zmixované, pomiešaná diablova prirodzenosť, az embernek a tiszta természetével. S tou čistou prirodzenosťou, ktorú človek dostal od Boha. Ezért nem játék a bűn. Preto hriech nie je hračka. Ezért nem csak egy cselekedet. Preto to není len jeden skutok. Minden alkalommal, amikor az ember enged a sátánnak, preto za každým, keď človek povolí diablovi, akkor az egy lenyomatot hagy. Tak to nechá určitý otlačok a természet fölötti részünkben. V našej nadprirodzenej časti. És ha nem szabadít meg valaki bennünket, ak nás niekto neoslobodí od tohto, akkor ezt visszük utána, tak toto potom ďalej nesieme egész életünkben, celý svoj život, és átadjuk a gyerekeinknek, a odovzdávame našim deťom, azok az ő gyerekeiknek, tie svojim deťom, és egyre nagyobb lesz a batyu, a stále väčšia a väčšia bude tá záťaž. Isten tudja, a Boh vie, hogy olyan korban élünk, že žijeme v takej dobe, amikor nagyon nagy a kihívás, keď je veľmi veľká výzva na to, amikor nagyon-nagyon sok helyről érhet támadás, keď môže prísť útok z mnohých strán, érhet olyan impulzus, že môžu prísť také impulzy, ami megpiszkálja ezt a romlott természetet, ktorá troška bude šťuchať do toho, do tej skazenej prírodzenosti, de azt mondta Isten, ale Boh povedal, hogyha megnövekszik a bűn, že keď vzrastie hriech, akkor megnövekszik a kegyelem is, tak aj milosť vzrastie. Hála Istennek, chvála Pánovi, hogy olyan időszakban élünk, že žijeme v takej dobe, amikor lehet a Szent Szellemmel találkozni, kedy sa dá stretnúť s Duchom Svätým, amikor a Szent Szellem ereje átjárhatja a testünket, kedy sila Ducha Svätého vie prechádzať našim telom, ez egy megrázó élmény. Toto je veľmi šokujúci zážitok, de nem csak egy megrázó élmény történik, ale nestane sa len takýto šokujúci skutok, hanem a Szent Szellem, ale Duch Svätý, megosztja velünk Jézus Krisztusnak a természetét. S nami zdieľa prirodzenosť Ježiša Krista. Az újjászületéskor, počas znovuzrodenia, Jézus Krisztusnak a természete, Ježiša Krista a jeho prirodzenosť, az megfogan az emberben. Je zakotvená v vnútri človeka. Bekerül, mint egy ilyen kicsi magocska. Je zasiaté ako malé semienko. És hogyha vigyázunk erre a kicsi magocskára, a keď budeme dávať pozor na toto semienko, akkor azt mondja Isten, hogy nagy fává fog fölnőni, tak Boh hovorí, že vyrastie vo veľký a silný strom, ami még az ég madarai is fészket raknak, na ktorom si ešte aj vtáctvo nebeské bude zakladať hniezda. Az ég madarai, nebeské vtáctvo, azok a gonosz szellemek a Bibliában, to v Biblii znázorňujú zlých duchov. Mit jelent az, hogy egy olyan nagy fa, amin az ég madarai is fészket raknak. Čo znamená toto prirovnanie, že taký veľký strom, na ktorom ešte aj vtáctvo hniezdi? Hát, hogy nem tudják már bántani. Že už mu nevedia nejako uškodiť. Mit csinál egy madár, ha egy pici magot talál? Čo spraví vták, keď nájde malé semienko? Megeszi, nem? Zje ho. Nagy fát meg tudja enni a madár? Veľký strom vie nejaký vták zjesť. Isten szeretné, ha Jézus Krisztus természete, a Boh by chcel, aby prirodzenosť Ježiša Krista olyan nagy fává nőne benned, vyrástla v tebe v tak veľký strom, amivel már nem tudnak az ég madarai mit kezdeni. S ktorou už vtáctvo nebeské nevie, čo spraviť. És hogyha eljutsz erre az érett korúságra, a keď sa dostaneš do tohto zrelého stavu, az lesz az igazi szabadság. To bude skutočná sloboda. Akkor már nem azt fogod tenni, amit a romlott természet akar. Potom už nebudeš robiť to, čo chce tvoja skazená prirodzenosť. Hanem Jézus Krisztus természete erős lesz benned. Ale duch Boží, duch Ježiša Krista, jeho prirodzenosť bude v tebe silná. És azt fogod tenni, a budeš robiť to, amit a szívedben jónak gondolsz. Čo cítiš vo svojom srdci, že je dobré. És nemet tudsz majd mondani arra, a budeš vedieť povedať nie, amit a szívedben rossznak gondolsz. Čo tvoje srdce vyhodnotí ako zlé. Ez az igazi szabadság. Toto je skutočná sloboda. És ez az, amire bennünket Jézus el akar vezetni. A toto je to, na čo nás Ježíš chce dostať, doviesť. A Lukács evangéliumból felolvasott szakasz végén, na konci tej pasáže, ktorú sme čítali z Lukášovho evanjelia, találkozik Jézus még egy emberrel, sa Ježíš stretáva ešte s jedným človekom, Zakeussal, Zacheusom, és mind a ketten, Bartimeus és Zakeus is Jerikóban laktak. A obaja, aj Bartimeus, aj Zacheus, žili v Jerichu. Jericho je symbolom prekliatia.
pálmák városának mondja a Biblia. Biblia to nazýva aj mestom Paliem. A pálma az a győzelemnek a jele. A palmový strom je symbolom víťazstva. Jerikó egy bevehetetlen város volt. Jerikó bolo mesto, ktoré nebolo možné dobiť. Hatalmas falakkal. Malo obrovské hradby. Elzárta a pálmákat. A ohradilo všetky palmy. Isten népétől. Od Božieho ľudu. Elzárta az egész ígéret földjét Isten népétől. A symbolicky uzatváralo celú zaslúbenú zem pred Izraelcami. És nem engedte be őket. A nedovolilo im vstúpiť. Nem véletlenül zajlik ez a történet Jerikóban. Nie náhodou sa tento príbeh odohráva v Jerichu. Az, hogy van olyan fiatal, akinek nehezebb az újjászületés. To, že sú takí mladí, ktorí sa ťažšie znovu zrodia. Az nagyon sokszor ilyen átkok miatt van. Tak to je mnohokrát kvôli takýmto kliatbám. Tehet arról valaki, hogy milyen átkokat örököl meg? Môže za to niekto, že aké kliatby zdedil. Ez egy hozott csomag. To je balíček, ktorý si dostal pri narodení. Ezt nem mi választottuk. To si nikto nevyberá. De van olyan, hogy egy fiatalnak sokkal nehezebb újjászületni. Ale sú také situácie, kedy nejaký mladý človek je pre neho veľmi ťažké sa obrátiť. Mint egy másiknak. Ako nejakému inému. Lehet, hogy ismersz olyan fiatalt. Možno poznáš takých mladých ľudí. Aki most kint van a világban. Ktorí sú vonku vo svete. Mert nem történt meg az újjászületése. Pretože sa v jeho živote neodohralo znovu zrodenie. Pál apostolra visszatérve. A vrátiac sa k apoštolovi Pavlovi. Felnőtté válásnak volt egy második lépcsőfoka is. Druhý schod, alebo druhý stupeň, kedy sa človek stal dospelým. A bar mitzvu után. Po bar mitzve. Az apának volt a felelőssége. Bola zodpovednosť otca. Hogy megállapítsa azt. Aby zistil. Hogy mikor lesz valaki alkalmas a felnőtt életre. Že kedy sa stáva ten potomok hodným na dospelý život. Az apa mondta meg azt. Otec bol ten, ktorý povedal. Hogy fiam. Synu, dcera. Te most már minden értelemben felnőtt vagy. Ty si už v každom slova zmysle dospelý. Képes vagy magadat eltartani. Si schopný sám seba uživiť. Képes vagy családot alapítani. Si schopný založiť rodinu. Felnőtté váltál. Už si dospelý. Az atya döntött el. Otec rozhodol o tom. Hogy mikor felnőtt a fia. Že kedy sa jeho syn stáva dospelým. Ez az akkori szokások szerint olyan 13 és 30 valahány év közötti időszakra esett. A v tých časoch v starej zmluve sa toto odohrávalo niekde medzi 13. a 30. rokom života. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy az ő fiának a szelleme az atyától rendelt időben érinti meg valakinek a szívét. A keď, ako to Biblia hovorí, keď od otca v danom čase duch syna sa dotkne niekoho, akkor erre a szokásra gondol, tak odvoláva sa na tento rituál. Mi a lényege ennek? A čo je jeho podstatou? Hogy az újjászületés, že znovuzrodenie, az nem automatikus. Nie je automatické. Nem történik meg automatikusan. Nestane sa automaticky. Az erkölcsi felnőtté válással. S tým, že niekto dospeje v nejakých morálnych hodnotách. Hanem valakinél 14 évesen megtörténik. U niekoho sa to stane v 14. roku života. Van akinél csak 30 évesen. U niekoho len pri 30. roku života. Mikor történik meg az újjászületés? Kedy sa znovuzrodenie udeje? Az atyától rendelt időben. V čase danom otcom. Amikor az atya kezdeményez. Keď otec spraví prvý krok. Rajtunk múlik, hogy mikor születik újjá egy ember? Od nás závisí, kedy sa niekto obráti, znovu zrodí. Segíthetünk neki. Vieme mu samozrejme pomôcť. De ki tudja újjászülni az embereket. Ale kto je ten, kto má tú moc, aby znovu zrodil toho človeka? Egyedül az atya tudja újjászülni. Jedine otec. Az is nagyon érdekes. Aj to je veľmi zaujímavé. Hogy abban a helyzetben. Že v tejto situácii. Amikor ott volt egy fiatal. Keď tam bol tento mladík. Az út szélén. Na kraji cesty. Akkor volt olyan ember. Tak bol taký človek. Aki odament hozzá. Ktorý k nemu prišiel. És lehajolt hozzá. A sklonil sa k nemu. Fel lehet ezt ismerni. Toto sa dá rozpoznať. Hogy mikor van olyan időszak. Že kedy je taký egy čas. Egy fiatalnak az életében. V živote toho mladíka. Amikor nyitott az Úrnak a személyére. Kedy je otvorený na to, aby počul na Pánovho ducha. Például, ha elkezdesz vele beszélgetni. Napríklad, keď sa s ním začneš rozprávať. Nincsen még újjászületve.
nie je ešte znovu zrodený. De elkezdtek az Úrról beszélni. Ale začnete sa rozprávať o Bohu. És hirtelen olyan nagyon inspiráló lesz a beszélgetés. A zrazu celý ten rozhovor naberie takú inšpiratívnu rovinu. Akkor azt a fiatalt, tak toho mladíka, hívja az Úr a megtérésre. Otec volá na znovu zrodenie. Hívja az Úr az újjászületésre. Volá ho, aby sa znovu zrodil. Akkor ülje le mellé oda az útra. Tak si sadni k nemu na cestu. Ahogyan Jézus is odaült Bartimeus mellé. Rovnako ako Ježíš si sadol k Bartimeusovi. És kérdezd meg, hogy miben segíthetsz. A spýtaj sa ho, že v čomu môžeš pomôcť. Beszélj neki az Úrról. Rozprávaj mu o Bohu. Hogy te hogy találkoztál vele. Že ako si sa ty s ním stretol. De ha azt látjuk, hogy egy fiatal lezár. Ale keď vidíme, že jeden mladík sa zatne. Zavarja ez az egész beszélgetés. Celý tento rozhovor mu je nepríjemný. Olyan kötelesség szagú ez a beszélgetés. Má to takú príchuť povinnej jazdy. Unalmassá válik. Je to nudné. Akkor jobb lezárni az ilyet. Tak je to dobré, lepšie ukončiť. Mi nem tudunk újjászülni másokat. My nevieme znovu zrodiť niekoho iného. Csak Isten tudja ezt megtenni. To dokáže spraviť jedine Boh. Csak ő tud újjászülni bennünket. Len on dokáže znovu zrodiť niekoho. Ha ő odahajol valakihez. Ak on sa k niekomu nakloní. Akkor ezzel mi együtt tudunk működni. Tak my vieme spolupracovať. Ha éppen nem hajol oda ahhoz az emberhez. Ak sa v danom momente k tomu danému človekovi nenakloní. Akkor mi csak elijesztjük ezt az embert. Tak my len odstrašíme tohto človeka. Érdekes volt a kérdés. Bola veľmi zaujímavá otázka. Hogy mit akarsz? Že čo chceš? Mi a bajod? Čo je tvoj problém? Sokszor egy fiatalnak nem megmondani kell a tutit. Mnohokrát mladým ľuďom není potrebné povedať. Nem attól fog közelebb kerülni az Úrhoz. Nie preto sa dostane bližšie k Pánovi. Ha megmondják neki, hogy mit kéne csinálnod. Keď mu povieš, že čo má robiť. Hanem hogyha meghallgatják azt a fiatalt. Ale naopak si ho vypočuješ. Mi a bajod? Čo je tvoj problém? A gyülekezettel. So zborom. Mi a bajod az Úrral? Čo je tvoj problém s Pánom? Mi a bajod saját magaddal? Čo je tvoj problém so samým sebou? És ha őszintén elkezd az ember beszélni, a keď sa človek začne otvorene o týchto veciach rozprávať, abból lesz egy inspiráló beszélgetés. Vznikne z toho inšpiratívny rozhovor. Ha még nem ismered az Urat. Ak nepoznáš ešte Pána, ha nem tapasztaltad meg még a természet fölötti erejét, ak si ešte nezakúsil jeho nadprirodzenú moc, akkor ilyen őszinteségre van szükséged. Tak potrebuješ takúto bezprostrednú otvorenosť. Jézus ma nem épületekben lakik. Ježiš neprebýva v budovách. Nincs egy hely, ahova elzarándokolhatnál. Není žiadne miesto, kde by si mohol ísť na nejakej púti. Nincs olyan mozdulatsor, amit ha megcsinálsz, akkor találkozol vele. Není žiadny rituálny nejaký pohyb alebo niečo, čo keď vykonáš, tak sa k nemu priblížiš. Jézushoz ma embereken keresztül lehet menni. Ježišovi sa dneska dá dostať skrze ľudí. Ha őszintén magadba nézel, ak sa pozrieš do svojho vnútra, akkor a lelki ismereted, tak tvoje svedomie nagyon jól tudja, veľmi dobre vie, hogy ki az az ember, že ktorý je ten človek, akin keresztül te tudsz Jézus Krisztushoz közeledni. Skrze ktorého ty sa vieš približovať k Ježišovi. Neked kell ezt az embert megszólítani. Ty musíš tohto človeka osloviť. Ha szeretnél újjászületni, ak by si sa chcel znovu zrodiť, akkor ne szégyeld ezt a megszólítást. Tak sa nehambí za toto oslovenie. Nem szeretünk segítséget kérni. A človek zo svojej prirodzenosti moc nerád pýta pomoc. Mi van, ha nem segít? Čo, ak mi nepomôže? Van egy vicc, amit lehet, hogy ismertek, lehet, hogy nem. Je jeden vtip v maďarčine, možno poznáte, možno nie, skúsim preložiť. Nyuszikának tönkre megy a fűnyírója. Zajacsikovi sa pokazí kosačka. De csak a füvének a felét tudta lenyírni. Ale stihol pokosiť polovicu trávnika. Ezért elmegy a medvéhez. Takže príde za medveďom. És odafelé menet, morfondírozik magában. A jak k nemu ide po ceste, tak v sebe tak premýšľa. Á, odaadja a medve a fűnyírót. A požičia mi medveď kosačku, alebo nie? Á, olyan irigy nem fogja odaadni. Á, on je taký skúpi, že určite mi ju nepožičia. Á, de azért megpróbálom. Ale predsa skúsim. De olyan bunkó velem a medve. Ale on je so mnou taký zlý. Biztos nem fog segíteni. Určite mi nepomôže. Múltkor is olyan szemét volt. Aj minule bol taký strašný so mnou. Nem fogja odaadni. Určite mi ju nepožičia. Közben odaér a medvéhez. A príde k medveďovi za ten čas. Becsönget. Zazvoní k nemu. Tudod mit, medve? Vieš čo, ty medveď?
Tartsd meg a rohadt fűnyíródat. Nechaj si tú po a kosačku. Azért nem volt olyan csúnya szó, ezt mondja. Nebolo to zase tak škaredé slovo, hej? Ne legyünk ilyenek. Nebuďme takíto. Ne gondoljuk ki, hogy milyen rossz következménye lesz annak, ha én segítséget kérek. Nesnažme si predstavovať alebo vymýšľať scenáre, že čo sa stane, ak požiadame o pomoc. Ez a fiatal nem szégyelte azt, hogy segítséget kér. Tento mladík sa nehambil za to, že požiadal o pomoc. Z egész város előtt. Pred celým mestom. Torka szakadtából ordibált. Kričal z celého hrdla. Neked nem kell ezt tenni. Ty to nemusíš spraviť. Nem ezt várjuk tőled. Nečakáme to od teba. Jézus se ezt várja tőled. Ani Ježiš toto od teba neočakáva. Nem akar egyikünket sem megszégyeníteni. Ani jedného z nás nechce zahambiť. De viszont azt szeretné. Ale to by chcel. Ha oda mennél ahhoz az emberhez. Kebyže prídeš k tomu človekovi. Akiről tudod. O ktorom vieš. Hogy rajta keresztül. Že skrze neho. Tudsz Jézus Krisztushoz közeledni. Sa vieš priblížiť k Ježišovi Kristovi. És neki mondd el. A jemu povedz. Hogy mi a bajod. Že aký je tvoj problém. Hogy mire van szükséged. Čo je to, čo potrebuješ. Ő lehet, hogy nem fog tudni egyből segíteni. On ti možno nebude vedieť hneď pomôcť. De Jézus Krisztus fog segíteni. Ale Ježiš Kristus ti určite pomôže. Ha őszinték vagyunk. Ak sme úprimní. Ha világosságra hozzuk. Ak to vyniesieme na svetlo. Hogy milyen problémákkal küzdünk. Že s akými problémami zápasíme. Lehet, hogy ez egy nagyon ciki dolog. Možno je to veľmi nepríjemná vec, trápna. Lehet, hogy úgy érzed. Možno to cítiš tak. Hogyha ez kiderülne. Že ak by sa toto ľudia dozvedeli. Akkor te beleholnál a szégyenbe. Tak od hamby si by si zaprepadol. De Jézus már belehalt ebbe a szégyenbe. Ale Ježiš už zomrel za túto hambu. Helyetted is meghalt. Aj na miesto teba. Annál nagyobb szégyen. Väčšiu hambu od toho. Mint amit ő átélt. Ktorú prežil on. Hogy ruháitól megfosztva. Že úplne nahý, bez šiat. Az egész nép előtt. Pred celým národom. Megszégyenítették. Ho sa mu posmievali, zahambili ho. És mémet csináltak belőle. A spravili si z neho memečko. Mert ott volt a kép. Pretože tam bol obraz. És ott volt felette a cinikus felirat. A nad ním bol aj posmešný názov. Jézus a zsidók királya. Ježiš král zsidov. Ez volt a történelem egyik első mémje. Toto bol prvé memečko v histórii ľudstva. Lehet, hogy téged is gúnyoltak már ki. Možno aj tebe sa už niekedy vysmievali. De Jézus ezt is ismeri. Ale Ježiš pozná tento pocit. Tudja, milyen az. Vie presne, aké je to. Amikor a Viber csoportban. Keď v skupine Viber. Megszégyenítenek. Ťa zosmiešnia. Kiraknak egy cikis képet rólad. A posznú o tebe nejakú fotku. Jézus ezt nagyon jól tudja, milyen. Ježiš to veľmi dobre vie, aké to je. Ő már belehalt a szégyenbe. On už zomrel kvôli hambe. Belehalt a te szégyenedbe is. Aj kvôli tvojej hambe. Ne szégyeld magadat előtte. Nehambi sa pred ním. Ne szégyeld magadat azok előtt, az emberek előtt. Nehambi sa pred tými ľuďmi. Akik tudnak neked segíteni. Ktorí ti vedia pomôcť. Akik tudnak neked abban segíteni, hogy te találkozzál Jézus Krisztussal. Ktorí ti vedia pomôcť v tom, aby si sa stretol s Ježišom Kristom. Jézus megígérte. Ježiš zaslúbil. Hogyha mi őszintén. Že ak mi s pokorným srdcom. Megvalljuk a bűneinket. Vyznáme svoje hriechy. Megvalljuk azokat a dolgokat. Vyznáme tie veci. Amik nyomasztanak bennünket. Ktoré nás tlačia. Amiket már igazából mi is megbántunk. Ktoré sme už aj my dávno olutovali. Akkor ő hű és igaz. Tak on je verný a pravdivý. Nem fog becsapni téged. Nikdy ťa neoklame. Hanem meg fog mosni téged. Ale umie ťa. Jézus Krisztusnak. V krvi Ježiša Krista. Az ő fiának a vérével. V krvou jeho syna vlastného. Ő nem csak megbocsátja a bűnöket. On nielen hriechy odpúšťa. Hanem el is törli azokat. Ale úplne ich maže. Lemegy az a súly. A tá váha. Lemegy az a teher. A to bremeno. A szívről. Opadne zo srdca. És ezen felül. A ešte k tomu. Jézus Krisztus vére. Ježišova krv. Az hordozza Jézus Krisztus természetét. Je nositeľom taktiež prirodzenosti Ježišovej. És ez a természet. A táto prirodzenosť. Fel tudja kenni a mi természetünket. Vie naplniť, vie zaodiať našu prirodzenosť. Minél több van belőlünk, bennünk ebből a természetből, čím viac je v nás Ježišovej prirodzenosti, annál könnyebb lesz, tak o to ľahšie bude szabad emberként élni. Žiť ako slobodný človek. Akkor zsigerből,
tak z nejakej núdze. Már nem a rossz dolgok fognak jönni. Už nebudú vychádzať nejaké zlé veci. Nem az a függőség, amit nagyon utálsz már te is. Nie tie závislosti, ktoré už aj ty strašne nenávidíš. Volt egy barátom. Mal som jedného kamaráta. Akinek már annyira elege volt a függőségéből. Ktorý už bol tak pozubí so svojou závislosťou. Mondta nekem. A vravel mi. Hogy amikor megint elesett benne. Keď znova padol do tohto hriechu. Akkor legszívesebben. Že by sa najradšej. Fölköpött volna. Naplul do vzduchu. És beállt volna alá. A postavil sa pod vlastný plúvanec. Lehet, hogy te is így érzed. Možno aj ty sa takto cítiš. De az Úr nem akar megszégyeníteni. Ale Boh ťa nechce zahambiť. Ha eleged van már. Ak už ti stačilo, ak už máš dosť. Dolgokból, z týchto vecí. Akkor neked Jézus Krisztus vérére van szüksége. Tak ty potrebuješ krv Ježíša Krista. Jézus Krisztus természetére van szüksége. Potrebuješ jeho prirodzenosť. Ez kicsi magként indul el. Toto začína ako malé semienko. Nem old meg egyből mindent. Nedokáže okamžite všetky problémy vyriešiť. Idő. Čas. Míg abból a pici magból gyümölcsfa lesz. Je čas potrebný k tomu, kým z toho malého semienka bude veľký strom. De ez az egyetlen járható út. Ale toto je jediná cesta priechodná. Gyümölcsfát se úgy ültetünk, hogy eldobjuk a magot. Ani ovocné stromy nesadíme tak, že zahodíme niekam nejaké semienko. A levegőben így kinő a szára. A vo vzduchu rozkvitne, narastie. Bukik egy szaltót. Jedno szalto hodí. Aztán belegyökerezik a földbe. A padne do zeme a zakorení sa. És mire oda sétálunk. A kým tam dojdeme. Már letéphetjük az első almát. Už môžeme prvé jablko strhnúť. Az egy nagyon macerás dolog. Nie, ten postup je veľmi zdlhavý. Biztos vagytok itt, akik ültettetek már fát. Ak ste tu nejakí, ktorí ste už niekedy niečo sadili. Vagy az iskolában csíráztattatok babot. Alebo v škole do mokrej vaty ste dávali fazulu. Ez egy nagyon kényes folyamat. Je to zdlhavý proces. Mennyi víz kell neki. Koľko vody treba. Mennyi fény kell neki. Koľko svetla potrebuje. Hú, elutazunk. Hú, ideme na víkend preč. Szomszéd, meg tudod locsolni? Susedovi dáš robotu, aby polial. Kitesszük a napra. Vyložíš to na slnko. Hú, nagyon tűz a nap, vidjuk be házba. Veľmi pečie slnko, pomeď s ním do chladku. Kényes feladat. Je to chulostivá záležitosť. Ilyen az újjászületés is. Aj znovuzrodenie je také. Kényes folyamat. Je to chulostivý, zdlhavý proces. De ez az egyetlen járható. Ale je to jediný proces, ktorý je možný. Jézus Krisztus azért adta az életét. Ježíš Kristus preto dal svoj život. Azért engedte. Preto dovolil. Hogy a tiszta. Aby čistý, bűn nélküli, bez hriechu, természetével is, a aby jeho čistá prirodzenosť megfeszítsék a kereszten, bola takisto ukrižovaná, mert ezt oda akarja neked ajándékozni, pretože ti to chce darovať, hogy te és én ebből részesedhessük, aby ty a ja sme mohli z tohto dostať. Csak így tudunk az atyához menni, len takto vieme prísť k otcovi. És befejezésül, a na záver, azzal szeretném zárni, by som to chcel ukončiť tým, amit Jézus végül itt mond Jerikóban, čo tu Ježíš hovorí na konci v Jerichu, hogy azért jött az embernek a fia, že... A Galáta? Nem, az a Lukács 19. Lukács 19. Lukács 19, 10. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Azért jött az embernek a fia, preto prišiel syn človeka, hogy megkeresse, aby pohľadal, kikutassa, aby vyhľadal, feltárja azt, aby zjavil to, hogy hol romlottak el a dolgok, že kde sa tie veci pokazili. Ő tudja, hogy nálad hol romlottak el a dolgok. On vie presne, že u teba aké veci sa pokazili. Nem közömbös ezzel kapcsolatban. A neni mu to jedno. Szeretné, ha ezt közösen megtalálnátok, chcel by, aby ste tieto veci spoločne vedeli nájsť. És hogyha megtaláltátok, a keď ste ich už našli, akkor azt mondja, hogy megtartja, ami elveszett, tak hovorí, že udrží to, čo bolo stratené, megszabadítja, oslobodí, helyreállítja, napraví, azt, ami tönkre ment, to, čo sa zničilo. A romlott természetedet, tú tvoju prirodzenosť, ktorá je skazená, a természetednek, tú tvoju, tvojho ducha, a tönkrement részét, tú časť, ktorá je pokazená, Jézus Krisztus, Ježíš Kristus, ki tudja cserélni, vie vymeniť, a saját tökéletes természetet, za svoju dokonalú prirodzenosť. Ő nem azért jött, neprišiel preto, hogy kinyomozza, aby ňúral,
hogy mi milyen rossz dolgokat csináltunk, že aké zlé veci sme porobili, és a fejünkhöz vágja, hogy emiatt a pokolba kerülünk, a aby nám to trieskalo hlavu, že kvôli tomu pôjdeš na peklo. Nem erről szól Isten törvénye. Božie slovo nie je o tomto. A törvény, zákon, Jézus Krisztusra vezérel minket. Nás usmerňuje, aby sme sa dostali k Ježišovi. Rájövünk, hogy nem tudjuk ezt megtartani. A my vieme veľmi dobre a zistíme, že nevieme ten zákon udržať. Mert van bennünk rossz. Pretože je vo nás zlé. És szükségünk van egy szabadítóra. A potrebujeme osloboditeľa. Aki megszabadít bennünket ettől a rossztól. Ktorý nás od toho zlého vie oslobodiť. Nem baj, hogy van benned rossz. Není problém, že je v tebe zlo. Nem te tehetsz erről. Není to tvoja zodpovednosť, ty za to nemôžeš. Az ördög tehet erről. Diabol za to môže. Ádám és Éva tehet erről. Ádám a Éva za to môžu. Meg ha mi rosszat teszünk, a keď niečo zle spravíme, akkor csak még több lesz ebből a rosszból. Tak z toho zlého len k tomu pridáme za lopatu. Akkor már mi is tehetünk róla. Tak už aj my sme za to zodpovední. De Isten irgalmas. Ale Boh je milostivý. Tudja, hogy nem mi kezdtük a balhét. Vie, že nie my sme začali problémy. És szeretne ebből az elrontott állapotból. A chcel by z tohto skazeného, z tejto skazenej situácie ťa dostať von. Szeretne neked segíteni. Chcel by ti pomôcť. Hogy végig menjél ezen. Aby si vedel prejsť tou cestou. És lehet, hogy már túl vagy ezen a körön. A možno, že si už aj prešiel tieto kolečka. De később is van olyan. Ale aj neskôr sa môže stať. Hogy az ember elfárad ebben. Že človek sa unaví v týchto menetel veciach. Menetel már egy ideje. Že už pochoduje nejaký čas. Elfogy a lendület. A ten entuziasmus nejak poklesne. Már nem olyan izgalmas a Biblia. Už tá Biblia možno nie je taká zaujímavá. Milyen jó volt az összejövetelen. Jak dobre bolo na zhromku. Milyen jó volt a táborba. Jak dobre bolo v tábore. Milyen jó volt az a két hónap, amikor vitt a lendület. Jaké dobre boli tie dva mesiace, kým bol ten oheň vo mne. De aztán ez egyszer csak elfogy. Ale možno počase proste to upadne. Akkor én már eljátszottam a kegyelmet. Tak ja už som tú milosť zapatrošil. Jézus azt mondja. Ježiš hovorí. Hogyha egy nap. Že ak jeden deň. 70-szer, 7-szer. 77 krát. Vagyis 490-szer. Čiže 490 krát. Elrontjuk a dolgokat. Pokazíme veci. Ő 490-szer is kész megbocsátani. On 490 krát je pripravený nám odpustiť. Biztos vagyok benne. Som si istý. Hogy 490-szer. Že 490 krát. Még nem rontottad el a dolgokat. Si za deň ešte nevedel pokaziť veci. Lehet, hogy már 15-szer, 20-szor, 15-krát, 20-szor, 30-szor. De naponta 490-szer. Ale denne 490 krát. És nyilván mi ezzel nem fogunk visszaélni. A samozrejme, my toto nemôžeme zneužívať. De arra szeretnélek bátorítani. Ale chcel by som vás pozbudiť k tomu. Jézus Krisztushoz. Aby Ježiša Krista. Mindig az őszinteségen átvezet az út. A k nemu prichádzali vždy úprimne. Keresd meg azokat az embereket. Hľadaj, nájdi tých ľudí. Azt az embert. Toho človeka. Ez lehet, hogy a szüleid. Možno sú to tvoji rodičia. Lehet, hogy egy idősebb barátod. Možno nejaký starší tvoj kamarát, priateľ. Lehet, hogy azok, akik itt szolgálnak felétek. Možno tí služobníci, ktorí sú tu v cirkvi. Lehet, hogy a nagy gyülekezetben valaki. Možno niekto v iných zboroch. A szíved tudja. Tvoje srdce to vie. Ne szégyeld az Úr előtt az állapotodat. Nehanbi sa pred Bohom za svoj stav. Hanem mindig legyél őszinte vele. Ale vždy buď s ním úprimný, k nemu úprimný. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ďakujem pekne za to, že ste si ma vypočuli.